Most már te túl vagy az első streameden, a Bangvánon. Túl vagyok az első streamemen. És milyen olyan volt ez a hat kamera a nézőtére, mint ilyen science fiction, mert tudod, hogy a jövő néző így fognak kinézni, hogy ilyen robotok beülnek a nézőtére, és ilyen furcsa szerkezetek lesznek a nézők. Én valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy filmesebben is kell jelen lennünk a színpadon, hiszen egészen mások a hatások, meg a kamera mindent fölnagyít, főleg, hogy közelik is vannak. A házfűz néző esetében egy kicsit abban bízom, hogy olyan sokat játszottuk már, hogy tulajdonképpen valahogy rögzültek a nézőknek a reakciói, igaz, ami vicces. Valahogy egy kicsit ez benne van az agyunk hátsó felében, és segíteni fog. Én nagyon szeretem ezt az előadást. Én egy kis ékszerdoboznak tartom. Amikor bemész egy régiségboltba, ugye rengeteg mindenféle kacat van, de az egyik hátsó polcon porosodva, valahol eldugva két tárgy között találsz egy olyan ékszerdobozt, ami egyértelmű, hogy valami különlegesebb értékkel bír, mint a többi. Én valahogy így látom ezt. Kecskerő azért akarja a barátját megműsíteni, nem kiszúrásból és szemétkedésből, hanem azért, hogy ne menjen tönkre a barátságuk. Hogyha azonos élethelyzetbe kerülnek mind a ketten, akkor nem megy tönkre ez a kapcsolat. Úgyhogy valami ilyen rétegeket is próbáltam mögé tenni, és szerintem a Gogol szándéka is volt ebben, ehhez ismerni kéne az orosz néplelket.